több mint 14 millió embert és 140 ezer négyzetkilométert foglal magába a Kárpátok eurorégió, amelynek keretében a 2020-ig tartó Európai Uniós ciklusban új lendülettel fejleszthetik a határon átnyúló programokat az érintett országok. A négy Európai Uniós tagállam, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia mellett egy EU-n kívüli ország, Ukrajna is részesülhet a rendelkezésre álló forrásokból. Összességében a három programban az összes megyét, területi szereplőt érintve 500 millió euróval megszerezhető forrás, ez egy nagyon nagy pénz, és nem, nyilvánvalóan nem mind a megyében fog hasznosulni, de hogyha kiszámoljuk az arányos lehetőségeket, akkor is ez egy nagyon komoly forrás, kiegészítheti a TOP-nak a forrásait, csatlakozhat azoknak a céloknak a megvalósításához, hiszen a határok remélhetőleg, habár most ugye rossz híreket is hallunk ilyen szempontból az Európai Unióból, azért mégsem lesznek olyan hermetikusan elzártak, mint a voltak azok 1990 előtt. Az európai együttműködésben fontos, hogy ezeket a területeket újra szerves egységként tudjuk kezelni. Az új ciklus programjai a magyar közösségek számára is szorosabb kapcsolattartást tesznek lehetővé a határok mentén. Az érintettek számára programonként más-más lehetőségek lesznek elérhetők. A fejlesztési stratégia számos területre koncentrál, de talán ami a legizgalmasabb, az a gazdaságfejlesztés, turisztikai együttműködések ösztönzése, közös katasztrófavédelmi és környezetvédelmi együttműködések megvalósítása. Kézi Béla hozzátette, a stratégia jelenleg még nem tartalmaz konkrét programokat. Ebbe a stratégiába előzetes projektelképzelések kerültek még csak bele, például turisztikai együttműködésről, turisztikai értékek megőrzéséről, de nyilván az nagyon fontos, hogy jövő évtől kezdődően több határon átnyúló program is indul, amelynek keretében lehet majd finanszírozni fejlesztési elképzeléseket. A pályázatokon való induláshoz az érintett országok képviselőivel kell a hazai önkormányzatoknak, civil szervezeteknek vagy egyházaknak partnerségi megállapodást kötniük. Ezt követően a jövő évben megjelenő kiírások közül választhatnak az együttműködő felek olyan lehetőségeket, amelyek közös célként megvalósíthatók, tette hozzá az ügyvezető igazgató.